Szia! Ez a mai nap történt velem. 0 óra 45 perckor jól elgondolkoztam, hogyan indul a nap. Kivittem a szemetet a szobámból, majd a villany leoltása után aludni készültem, de lefekvéskorra a derekamnál meleget éreztem kb. 30 másodpercig. Gondoltam, nem nagy dolog így, hát csak oda tettem a kezem, majd elmúlt. Majd szintén előjött a meleg a derekamnál, meleggel és fájdalommal keverve. Egy kéz hosszúságában. Ahogy oda nyúltam, elmúlt, majd csak sajgott. Kicsivel később a fal felé fordultam, és egy olyan érzésem volt, mintha valaki figyelne. Nem is mertem megmozdulni a félelemtől. Majd erőt vettem magamon, és a párnám alá csúsztattam a jobb kezem. Mivel hason szoktam aludni, így kényelmes, és az ellentétes kezet a test mellé helyezve próbáltam kizárni mindezt, és csak a véletlenre fogni. Majd az ágyam mellett az ajtó felől a székemből lihegést hallottam, mintha valakinek az orra be lenne dugulva. A szobám ajtaja csukva, a fal túlságosan is vastag, hogy egyéb horkolás áthaladszódjon a falon. Majd különféle ropogásra lettem figyelmes, majd dörömbölésre. Kezdett már nagyon zavaró lenni, a bal karom, mintha valami rángatta volna az ágy felé lassan. A térdem fel akart gyulladni, a tetőpont az volt, mikor a párnámon, mintha egy kéz tapogatását hallottam volna. Ekkor vettem erőt magamon, megfordultam, de nem láttam semmit. Majd a szobából a lehető leggyorsabban és leghangosabban rohantam ki. Kijutásom a szobámból szédüléssel, hideg rohammal, hány ingerrel és görcsel járt. A szobám 6 lépésnyire van innen, és még mindig reszketek, és hallok fura dolgokat. Hirtelen füldugulás, lélegzést hallok. Nagyon félek, sajnos ki kell bírnom ezek szerint 4 órát, hogy esetleg ne essen bajom. 100% igaz, és megtörtént. Üdvözlettel, Roland. Minden úgy kezdődött, mint egy átlagos nyári nap. Reggel felkeltem, fogat mostam, megkajáltam, majd beültem a gép elé. Éppen játszottam a kedvenc MTA Days szerveremen, mikor 13:29-kor becsöngetett a postás. Nagyon meglepődtem, mivel nem vártam aznap semmilyen csomagot, de kimentem és átvettem a csomagot. Egy kedves barátom, nevezzük csak Jesternek, küldte a csomagot. Egy számítógépes játék volt a dobozba, majd ráírva a következő. Kérlek, szabadíts meg a gonosztól. Ne vigyen téged kísértésbe, hogy a Gravity Falls a kedvenc sorozatod. Semmisítsd meg azt az ördögöt. Alapon szakadások voltak, svérfoltok, ám nem tudtam ellenállni. Elindítottam a játékot, melynek a neve csupán annyi volt, GFX-e. A menü nagyon ijesztő és furcsa volt. Wendy véresen feküdt a földön, Dipper lábánál. Mayból felakasztva, Stanleynek ki voltak vájva a szemei. Még Stanfordnak csupán a szája volt bevarva, és a falhoz volt kötözve. Asztalon csámpás megsütve, Billy fellógatva a mennyezetre, s a rejtély kaiba teljesen romos volt. De még ilyenkor is hajtott előre a kíváncsiság. Rákattintottam a start gombra, ám fekete képernyő fogadott, s egy üzenet. Biztos akarod? Rányomtam az igenre. Bejött a karakterválasztás. Az első karakter Wendy volt, még második Mayból, harmadik Stanley, negyedik Stanford, és nagy meglepődésemre ötödik Bill volt. Kiválasztottam Wendyt, s bejött a pálya. Egy elhagyatott parkolóba kellett Wendyvel futni. 15 perc múlva megjelent Dipper Wendy előtt, s leszúrta a késével. Majd bejött Dipper feje, sátánian nézett ki. A szája szét volt vágva, az arca tele volt vágásokkal. Ezt az üzenetet írták ki alul. A szerelem nem örök, úgy, ahogy az élet sem. Biztos folytatni akarod? Rányomtam a nemre, de a gépem újraindult, és csak a Windows logóig jutott be.
Gondoltam, bazd meg, szétvitte ez a hackert program a rendszeremet. Majd nem törődve semmivel, lefeküdtem aludni. Ám hajnalban a mocorgást hallottam. Kimentem a konyhába, s ott volt ő. Dipper a szétvágott szájával nyúlt a kés után. Rám támadt. Nagy harc közben a hátamba állította a kést. Félholtam voltam a padlón, mikor elájultam. A koporsomba ébredtem fel. Ezt a történetet Briggy küldte nekünk, és nyilván a történet mesélője az egy nőnemű ember, és akárhányszor nőnemű karaktert mesélek, mindig megkapom azokat a kommenteket, hogy nem fiús hangom van egy lányhoz képest, ezért sajnálom Briggy, de most fiú leszel. Négyen vagyunk testvérek, és a legidősebb én vagyok. A családban csak nekem van hosszú szőke hajam. A legkisebb hukommal, aki 4 évvel fiatalabb tőlem, egy szobában külön ágyon aludtunk. Sosem voltam jó alvó, minden hangra képes vagyok felkelni. Egyik este a testvérem a nevemet suttogta, és halkan azt mondta, feküdj le, mit járkálsz ilyenkor. Nagyon sötét volt a szobában. Felkeltem, de még csak a szememet sem nyitottam ki. Azt gondoltam, csak álmában beszél, de megint felszólított, hogy feküdjek le. Most már tudtam, hogy ébren van. Ingerülten odaszóltam neki, itt fekszem az ágyban, mi bajod van neked? Erre hirtelen suttogva és félelemtől remegő hangján, valaki itt van az ablaknál. Oda kaptam a tekintetem, és csak akkor láttam, hogy valaki az ablakban áll és kifelé néz. Nagyon megijedtem, de én vagyok a bátyja, ezért mintha nem látnám, amit ő is. Halkan, mintha mérges lennék, amiért fölöslegesen felkeltett, azt suttogtam. Nincs ott semmi, csak félig álmodsz. Bújj a takaró alá és aludj. Nem akartam, hogy féljen. Én is ezt tettem. Bebújtam a paplan alá. Nem akartam elhinni. Hallottam, ahogy motoszkál a polcon valaki. Ekkor már úgy vert a szívem, hogy biztos voltam benne, hogy ezt ő is hallja. Féltem, de jobban féltettem a húgom. Ezért minden bátorságomat összeszedve, kilestem a takaró alól. Talán nem kellett volna. A lány ott állt. Az ágyam mellett. Felém hajolva engem bámult. Visítani akartam, de nem bírtam. Lebénultam. Sosem éreztem ekkora félelmet. A fülem elkezdett sípolni, és a testem zsibbadni. Reggel felébredtem. Szerintem elájultam a soktól. Nem kérdeztem semmit a húgomtól, azt akartam, hogy maradjon abban a hitben, hogy álmodta. De ő megkérdezte. És elmondta pontosan, hogy nézett ki. Az a szőke, piros ruhás fiú, akinek ő szemét nem látta, de kék volt, pupillák nélkül. Azóta 13 év telt el, de még ma is tisztán emlékszünk rá, és talán ő is ránk. Ezt a történetet Klaus küldte nekünk. Egyik este anyukám és kisöcsém elmentek otthonról a rokonokhoz, és ott aludtak. Este olyan 10 óra körül lehetett. Kint ültem a teraszon, és szívtam a cigit, mikor hirtelen elkezdett szakadni az eső. Ekkor kinéztem a teraszból, a kertre, és elnyomtam a cigimet. Automatikusan a gardrób felé indultam, és lekaptam a fogasról az esőkabátomat. Felhúztam a bakancsomat és az esőkabátot, és indultam ki az utcára. Fogalmam sem volt, miért teszem ezt, de éreztem, hogy mennem kell valahova. Lassan sétáltam, csak az esőt hallottam, ahogy az utakat veri, és a nyikorgó bakancsomat. Előre néztem, és csak mentem a sötétebbnél sötétebb utcákon.
Még mindig nem tudtam, merre tartok, csak azt tudom, hogy mennem kell. Azon tűnődtem, hogy miért nem látok egy autót sem. Senkit sem láttam, és csak én voltam, meg a sötét utcák. Körülbelül 10:30 lehetett, mikor beértem a városba. Sehol senki. Szintén egyedül voltam. Ahogy mentem egy játszótérhez értem, leültem és hintázni kezdtem. Ekkor egy bizonyos érzés kapott el, hogy nem vagyok egyedül. Felugrottam és alaposan szétnéztem, de senkit sem találtam. Már nagyon fáradt voltam, úgy gondoltam, most már haza kellene mennem. Elindultam, és ekkor hirtelen egy nagyon mély és rekett hang szólalt meg a hátam mögül. Ezt itt felejtetted. Lassan megfordultam, és egy 50-es éveiben járó öreg férfi állt ott fekete ruhában, teljesen megázva, a nyakláncomat felém mutatva. Észre sem vettem, hogy kiesett a nyakamból. Szép lassan oda mentem és elvettem. Megköszöntem, és mielőtt elindultam volna, azt mondta. Mit keresett egy ilyen koraszakadó esőben, kislány? Nyeltem egy nagyot, és dadogva válaszoltam. Én csak hintázni szerettem volna, de... Ne félj, nem bántalak. Csak kérdeztem. Ekkor egy félelmetes mosolyt engedett el az arcán, és csak nézett rám. Dermedten álltam, és nem tudtam mozdulni. Annyira megrémültem. 10 percig néztem, és megszólaltam. Nekem mennem kell, viszlát. Ekkor megfordultam, és amilyen gyorsan csak tudtam, elsétáltam onnan. 2 perc telhetett el. Visszanéztem, de már nem volt ott. Egész hazafele úton azon gondolkoztam, hogy vajon ki lehetett ez, és mit akart tőlem. Elővettem a telefonomat, és nézegettem. Nem keresett valaki, ekkor egy hangos hang szólalt meg. A templom volt az. Bakker, már éjfél van? Mondtam a fejemre csapva. Gyorsabb tempóban kezdtem el sétálni. Csak mentem és mentem, mikor hirtelen egy fekete alakot láttam meg az út közepén. Néztem és azon gondolkoztam, hogy most képzelődök, hogy mi jutott belém. Előkaptam a telefont és bekapcsoltam a vakut. Nagyon megijedtem. Ott állt előttem. Ugyanazzal a mosolyal, csak engem bámult. Nagyon megrémültem, és a telefont a zsebembe raktam, és csak futottam, amerre csak tudtam. Hirtelen egy kacagás kísérte a mosolyt. Sohasem felejtem el azt a nevetést. Annyira hátborzongató volt, hogy sohasem hallottam még ehhez hasonlót. Mikor az utcánkba értem, megkönnyebbültem, hisz már csak 2 lépés és otthon vagyok. Futottam, amennyire gyorsan csak tudtam, és mikor a házunkhoz értem, berohantam és bezártam a kaput. Leültem a teraszra, és egész este azon gondolkoztam, hogy ez mi a franc lehetett. Körülbelül 2 hónapja a szobámban ijesztő paranormális események történnek. Első nap. Este a szobámban fényképeztem a levegőt, aztán egyszer csak egy zöld fejű nő ugrott be a kamerámba. Nagyon megijedtem, és félelmemben bebújtam a takaró alá. Nagy nehezen elaludtam. Második nap. Este a sötét szobámban próbáltam aludni, mikor a törölközőm leesett az asztalról. Meg akartam nézni, hogy mi esett le, de mikor kinyitottam a szemem, akkor 2 fehér szempárat láttam elsuhanni. Ismét bebújtam a takaró alá. Harmadik nap. Olyan érzésem volt, mintha valaki figyelne, de nem mertem kinyitni a szemem. Aztán 00:00-kor vizes lépteket hallottam az előtérből. Fogtam egy seprűt és kimentem reszkető lábakkal, meg akartam nézni, ki trollkodik az éjszaka közepén. Nem láttam senkit. A szüleim se lehettek, mert nem voltak itthon. Visszafeküdtem. Egy hét múlva ismét elkezdődtek ezek a hangok. Egy hét, első nap. Nyitva volt az ablakom, mikor aludtam. Hirtelen egy hűvös fuvallatot éreztem. Felkapcsoltam a villanyom, és egy fekete árnyat láttam leugrani az erkélyről. Nagyon megijedtem, gyorsan átszaladtam a szüleim szobájába,
De ők aludtak, és nyitva volt az erkély ajtó. Gyorsan becsuktam. Mikor visszajöttem a szobámba, akkor valami ott ült az ágyamon. Kifutottam az utcára, de ott termett előttem a fekete árny. Halál közeli pillanat volt, de hirtelen a fekete árnyat elnyelte a föld. Egyes hét, második nap. Itt aludt a legjobb barátnőm. Vele jöttem ki a suliban a legjobban. Mikor megérkezett, átadtam neki egy cetlit, amin 10 horrorfilmnek a címe szerepelt. Kiválasztotta a legijesztőbbet. Mikor vége lett a filmnek, el akartunk aludni. Nekem nem sikerült. Mikor már majdnem elaludtam, bekapcsolt a gépem. A villany pislákolt, a tévé tele volt mutáns szörnyekkel. Aztán abba maradt. Egy kis idő múlva kinyílt az ablak, és a szekrény ajtó is. A szekrényből kiesett egy holttest. Nagyon megijedtem. Hívtam a rendőrséget. A barátnőm felébredt a szirénára. Megkérdezte, mi történt. Elmeséltem neki mindent. Erre azt felelte, hogy ő nem látott és nem hallott semmit. De neki volt egy ilyen hasonló álma, ami rémálom volt. Egy hónap múlva nem történt semmi. Aztán egy hete ismét elkezdődött minden. Egy hónap, egyes hét, első nap. Senkim nem volt itthon. Mondtam anyukámnak, hogy akarok egy kutyát, ami mindig vigyáz rám. Meg is kaptam a kutyust. Mikor a szüleim elmentek itthonról, akkor mondták, hogyha félek, nyújtsam le a kezem, és a kutya felugrik az ágyra és hozzám bújik. 23 óra 3-kor lenyújtottam a kezem, és a kutya felugrott az ágyra, aztán hozzám bújt. Ezt minden órában megcsináltam, és a kutya is, ahogy először. Aztán 2 óra 00-kor csöpögést hallottam, aztán valami lehúzta a vécét. Abban reménykedtem, hogy a szüleim hazaértek, de nem. A kutya ott feküdt mellettem, de azt hallottam, ahogy kaparászik. Reggelre találtam egy cetlit, amire az volt írva, hogy ne nézz soha az ágy alá. Nagyon megijedtem. Ezeket elmondtam a szüleimnek, és elköltöztünk, és azóta a szüleim nem hagynak egyedül, és bekamerázták a szobám. Én is az osztályom egy évvégi kirándulásra mentünk. Negyedikesek voltunk, a Csattogó völgybe mentünk, ami Vác és Királyrét környékén van. Kétnapos kirándulás volt, és faházakban aludtunk. Minden jó volt, mindenki elveszte a kirándulást. Volt kalandpálya, játszótér, stb. Hoztunk nasit, de az egyik haverunk annyi nasit hozott, hogy 2 szekrényt kellett felhasználniuk. De nem abban a házban voltak, mint mi, a nagy futkározásban annyira elfáradtunk, hogy kellett ennünk valamit. Viszont mikor visszaértünk a faházakhoz, láttuk, hogy minden nasi eltűnt. Ez furcsa volt, mert a faház be volt zárva, a 8-osokat gyanúsítottuk, és oda mentünk a faházokhoz. De nem volt ott semmilyen nasi. Szerencsére a házunkban volt néhány nasi. Teltek az órák, és eljött az este. Elmentünk az erdőbe, túrázni, hogy megtapasztaljuk, milyen este az erdőben. Aztán visszamentünk a faházakhoz. És én, és még 5 haverom, Marcel, Márk, Kristóf, Lali és Ákos, egy faházban voltunk. Ágyba bújtunk, majd elaludtunk, de nem tartott sokáig, mert felébredtünk arra, hogy valaki a házunk körül járkál. Először azt hittük, hogy az osztályfőnökünk az, de mi a francért csinálna ezt? Aztán láttunk egy zseblámpa fényt az ablakunkon beszűrődni, és észrevettük, hogy egy férfi ott áll az ablakunk előtt. Fekete kapucnis pulcsit viselt, és láttuk, hogy a másik kezében egy kés van. Még szépen mondva is, de belénk állt a szar. Behúztuk a sötét időt, és bezártuk az ajtót. Erre elkezdte ütni az ajtót. Ki a faszom ez? Miért csinálja ezt? Majd megunta és átment a mellettünk lévő faházba, ahol az a haverunk volt, akinek ellopták a nasiját. Ott is bevilágított a zseblámpájával, majd elkezdte ütni az ajtót. Majd észrevette, hogy megláttuk őt, és erre elrohant.
Közben pszichopata hangon röhögött. Ki a faszom lehetett ez a fickó? Nem mertünk visszaaludni még úgysem, hogy zárva volt az ajtónk. Annyit tudni, hogy ezt a fickót sosem kapták el. A nasi tolvajt. Nem, amúgy ez tényleg egy ijesztő történet, hogyha negyedikes vagy, gondolj bele. Kivitte el a nasit. Jani vagyok, és van egy kis megrázó történetem, amiről azt gondolom, hogy meg kell, hogy osszam veletek. Az eset kb. Egy-két hete történt. Átlagos napnak indult, de nem igazán úgy fejeződött be. Mint minden reggel sietek a buszhoz, hogy elérjem. Megérkezett, felszálltam rá, és elmentem a szomszédvárosba, az iskolába. Amikor elteltek az órák, elmentem a buszmegállóba, leültem, bedugtam a fülhallgatót a fülembe, és hallgattam a zenét. Amikor egyszer csak egy öreg emberen akadt fenn a figyelmem. Kopasz volt, hatalmas ősszakállal, és látszódott, hogy egy kicsit szegényes. Egyedül voltam, ültem a padon, a hátam mögött a váróterem falai, ő meg csak közeledett felém. Ha meg kéne tippelni, akkor kb. 50-55 éves lehetett. Nem ijedtem meg tőle, nem volt félelmetes. Amikor ideért, hatalmas mosolyal az arcán kérdezte, hogy van-e nálam pár száz forint. Buszjegyre kellett volna neki. Mivel ilyen kedvesen szólított meg és kérdezett, így hát adtam neki. Amikor nyúltam volna a zsebembe és adtam volna neki a pénzt, és ami azután jött, ezt soha nem fogom elfelejteni. A kedves és aranyos tekintete félelemmé változott. Elkezdett hátrálni, és a levegő után kapkodva azt mondogatta, hogy Jézusom, Jézusom, Jézusom. Majd torka szakadtából elkezdett sikítani, majd elszaladt. Nagyon megijedtem. Magam köré néztem, de nem láttam semmi ijesztőt. 2-3 perc múlva megjött a buszom, felszálltam rá és hazamentem. Otthon senkinek nem szóltam egy szót se, bezárkóztam. Este volt és megpróbáltam elaludni, de nem ment. Végig az öreg emberen járt a fejem. Másnap a szomszéd városba értem, leszálltam a buszról és útnak eredtem az iskolába. Egy magas épülethez érve láttam, hogy az épület előtt egy kisebb tömeg gyűlt össze. Rendőrök és nyomozók társaságában. Kíváncsi voltam, hogy mi lehetett ott, és odamentem, és megkérdeztem egy rendőrt, hogy mi történt. Azt mondta, hogy a tegnapi nap, az egyik szemtanú vallomása alapján, egy öreg ember sikoltozva rohangált az épület előtt, majd bement, felment a tetőre, és a mélybe vetette magát. A rendőrök is úgy írták le az öreg embert, ahogy én. Néhány ember ismerte is őt. És jó embernek tartották. Kóbor cicáknak és kutyáknak adott menedéket és élelmet. Nem volt neki rossz élete, és semmi oka nem volt az öngyilkosságra. Lesokkoltam. Egy szó nem tudta elhagyni a számat. Majd megköszöntem, és elrohantam az iskolába. A rendőr látta rajtam, hogy valami nincs rendben, amikor hazamentem, elmondtam mindenkinek, és ők is lesokkoltak. Azóta is azon gondolkodok, hogy vajon mit láthatott akkor? Vagy csak be volt drogozva és halucinált? Semmi nyomát nem láttam rajta, hogy drogot, vagy esetleg alkoholt fogyasztott volna. Még most is kiráz a hideg, ha gondolok arra a vérfagyasztó tekintetre, amikor elszaladt. Messenger Mónika, angyal szemek. Anna, kelj fel, itt van az angyalom. Mi van? Kinyitottam a szemem, de csak hunyorítani tudtam az öcsémre. Kinyitottam volna jobban, de nem tudtam. Azzal a rohadt zseblámpával világított a szemembe. Elzavartam a kis testvérem. Aznap este nem is figyeltem rá. Ez volt a legnagyobb hiba, amit valaha elkövettem. Anya mindig is
Erőszakos volt, nincs rá jobb szó. Ordibált velünk, lealacsonyított minket, és elég sokszor is káromkodott. A verbális erőszakban anya a toppon volt. A fizikai erőszaknál már minden homályos. Megüt minket, de olyan ritkán, hogy inkább csak mentálisan bánt minket legjobban. A legrosszabb az volt, mikor Brian kiengedte a kutyáját. Akkor kapta pont a 7. születésnapjára. Még el se neveztük. Azt mondta, hogy jó lenne kiengedni a kutyát, hogy felfedezzen egy kicsit. A kutyát rögtön elütötte egy autó. Anya kirángatta Bryant, majd ordibált vele, hogy nézze, mi lett a kutyával. Aztán a földre dobta, és ott hagyta sírni. Anya aztán felment a szobájába, és nem is jött ki. Mikor kijött, már a munkaruhájában volt, és megparancsolta nekem, hogy vigyázzak az öcsémre, túlóráznia kell, és csak korán reggel jön haza. Aztán elment a kocsival, és hozzá se szólt Brianhez. Kimentem hozzá, és megkértem, hogy jöjjön be. Felajánlottam neki, hogy kap egy jégkrémet is. A halott kutyát nézte, még egy picit, majd elkezdett halkan sírni, miközben fogta a leorzsolt térdét. Szó nélkül bejött. Egész este nem beszéltünk. Ott ült a kanapéba, és csak bámulta a rajzfilmeket. Egy idő után meguntam, hogy őt figyelem, ezért felmentem a szobámba, és beszéltem a barátommal, Lizával, egy jó órán keresztül. Mikor visszaértem, Brian már nem volt a kanapén. Pánikba estem, elkezdtem keresni, majd meghallottam a hangját. Hallgatóztam, és észrevettem, hogy kint ül az utcán, a kutya mellett, és úgy nézett ki, mintha beszélne valakivel, aki magasabb, mint ő. Megnyugodva, de még dühösen kimentem hozzá. Brian, mégis mit gondolsz, mit csinálsz? Bocsánat, láttam, itt volt egy nő a kutyus mellett, azt mondta, hogy egy angyal és segít neki. Nem láthatod az angyalokat, mert láthatatlanok. Vigyáznak ránk, de levegőszínűek. Nem láthatatlanok. Fehérek. Igen, de látha... Mindegy, gyere be, ideje aludni. Felöltöztettem a pizsamájába, nem törődve azzal, hogy nem fürdött vagy mosott fogat. 13 éves voltam, ekkor nem gondoltam arra, hogy bármit is rákényszerítsek. Brian és én egy szobában aludtunk, amit nagyon utáltam, ezért átmentem aludni anya szobájába. Plusz óra körül hazaért anya és kirúgott engem az ágyból. Félálomban elkezdtem visszamenni a szobánkba, amikor hallottam Brian hangját. Szép ott? Megálltam egy helyen és hallgatóztam. Gondoltam, hogy telefonál, ami persze nem volt szabad ilyen későn. Észrevettem azt is, hogy fel van kapcsolva a lámpa, amivel kiszivárgott a fénye a szobából. Nagyon szépnek hangzik, de a kutyus meghalt, és nagyon csúnyán megsérült. Hogyan lehet boldog? Nem lesz szomorú örökké? Egy pillanatra befejezte a beszédet. Ó, értem. Tudsz nekem még beszélni a mennyországról? Még olyan 5 percig hallgatóztam, de nem mondott semmit már. Egy idő után a fény kialudt, én belapakóztam a szobába, és láttam, hogy Brian alszik, vagy azt tetteti. Bemásztam az ágyba, és elaludtam. Másnap reggel Briannek mindenféle története volt, és egyfolytában csak beszélt, és egy perc sem maradt csendben, még elkészülöttünk a sulihoz. És ezek nagyon szépek, nagy magas virágok, még nálam is nagyobbak, és mindenhol állatok vannak, mert az állatok is oda jutnak, mint az én kutyusom. Ó, és a kutyusom már nem fáj neki semmi. Ha oda jutsz, már semmi nem fog fájni soha, és anya lejött a lépcsőn és félbeszakította. Jézus faszát már, kussolj már be, bazd meg! Istenemre esküszöm, ha még egy kurva szót szólsz arról a kurva mennyországról, én küldelek oda. Anya csinált magának egy kávét, még mi csendben ültünk, majd elmentünk a suliba. Anya vitt minket kocsival, Brian félúton megszólalt. Azt mondja, hogy nem kéne Istennek a nevét így használnod. Mi a faszt mondtál nekem, te Isten csapása? Brian kitört magából. Nem veheted Isten nevét a szádra így. Anya megfogta a termoszt, hátradobta. Bryant a szemén találta el. A kávé kifolyt, és Brianra ömlött az egész. Nem volt olyan meleg, hogy kárt tegyen benne, de Brian akkor is ordított. Kussolj már be, kurvára semmi bajod nincs. Brian csendben reszketett a hátralévő út végéig, amíg odaértünk a sulihoz. Már ki is szaladt a kocsiból. Várj!
Szólt utána anya, elővette a focimezt és odaadta neki. Miközben cserélte a pólóját, anya ezt mondta neki. Sajnálom, Brian, de nem szabadna így beszélned velem. Pólintott, majd könnyes szemekkel elszaladt a terme felé. Szia, anya, szeretlek, mondtam neki könnyes szemekkel én is. Tudtam, hogy anya rosszul érezte magát az ilyen esetek után. Néha túl mérges lett. Ha tudta volna kontrollálni a dühét, még mindig velünk lenne, Brian. De ugye, ha én máshogy cselekedtem volna, akkor is itt lenne, Brian. Miután elindultunk haza, anya megpróbált kedves lenni. Vett Briannek szendvicset a kedvenc gyors étterméből, és még egy kerülőt is tettünk, hogy együnk egy muffint. Brian boldognak tűnt, de csendben maradt még akkor is, mikor a kedvenc filmjét néztük, ami egy elveszett bohózról szól. Anya elaludt a kanapén. Brian azt súgta nekem, hogy menjünk be a szobánkba. Be is mentünk és leültünk az ágyamon. Anna, az angyalom azt mondja, hogy meg tudja oldani azt, hogy soha ne fájjon többé semmi. Brian, kérlek, ne kezd. Kérlek, Anna, hallgass meg. Nem akarok többet szomorú lenni. Nem szeretem, hogy anya mindig ideges. Az angyal azt mondja, hogy meg tudja csinálni azt, hogy anya ne idegeskedjen, és nekem ne legyen többé bajom. Megkértem, hogy veled is csinálja meg, és azt mondta, hogy elég ártatlan vagy hozzá, hogy te is gyere. És hova fogunk menni? Egy csodálatos helyre, és soha többet nem fogjuk látni anyát, az angyal megígérte. Úgy hangzik, hogy a mennyországról beszél. De hogy oda juss, először meg kell halnod. Nem fogunk meghalni, az angyalom mondta. Igen? És hogyan bízol te meg benne? Csak tudod? Érzed a lelkedben? Látod a szemeiben? Nem. Nincsenek szemei. Oké, Brian, ez elég lesz. Vannak szemeik az angyaloknak. Menj aludni. De nem nekik. Azoknak nincs, akik a mennyországba vezető utat mutatják meg. A szívüket használják, pont úgy, ahogy nekünk kéne. Nem tudtam, mit mondani. Bámult rám és megszólalt. Ma este megyek. Tényleg felkeltett engem, de elöktem, mivel azt gondoltam, hogy csak játszadozik velem, és majd elmegy aludni. Egy órával később anyának a sikolyát hallottam. Az utcán találtam anyát, miközben zokogott. Egy autó volt az útpatkára felhajtva, és Brian az utcán volt. Pontosan ott feküdt, ahol a kutyája. Nem. Nem írom körbe a látványt. Biztos vagyok benne, hogy láttál már mókust elütve. Teljesen laposra nyomva, darabokra törve. Na, ezt láttam én is. Csak nem mókus volt, hanem az öcsém. Egy részeg sofőr ütötte el. Az embert lecsukták, és az öcsémet 2 napra rá zárt koporsóban eltemették. A szónok a temetésen a mennyországról beszélt. Elmondta, hogy a kisgyerekek és a kislányok oda jutnak mind. Hogy sohasem szenvednek, és nem éreznek fájdalmat. Azt mondta, hogy nem teljesen halottak ott az emberek, mivel a szívünkben tovább élnek. Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy mi történt volna, ha kikelek az ágyból aznap este. Nem tudom, hogy megbírtam volna-e állítani. Nem tudom, hogy én is az utcán végeztem volna-e. Csak el szeretném felejteni az egészet. El tudnám felejteni azt a fényt, amit láttam, mikor Brian a szemembe világított a zseblámpával. Biztos, hogy zseblámpa volt. Nem lehetett más, de ahányszor csak visszaemlékszek. Fekete ajkakat látok. Egy orrot. De szemeket nem. Nem emlékszek arra, hogy lettek volna szemei. Ezt a történetet Kasper küldte nekünk. 2014-ben kb. 14 éves lehettem, amikor elmentem a barátaimmal Balatonra nyaralni. A legjobb barátomék nyaralójába mentünk nyaralni. Nagy telek, 2 házzal, a Stégről egyenest a tóba lehetett sétálni. Gazdag környék volt, így sok volt a betörés. A környéken volt egy Enying nevű település, nézzetek utána. Esteinket azzal töltöttük, hogy este kimentünk horgászni a Stégre, egész hajnalig. Az egyik este épp a horgászbotokat szedtük össze, amikor a Veron megszólalt. Hallod, nézd! Egy nagyon-nagyon erős reflektor világított felénk a nádas mellől, ahol a víz van.
Valószínű zseblámpa volt, de egy autó xenon fényszórójához hasonlítanám az erejét. Berohantunk a kisházba, ahol a haver nagyszülei aludtak. Csendben kellett lennünk, mert a papa elég morcos ember volt. Mindenki magához vett valamit, ami fegyverként szolgálhat. Én egy baltát vettem magamhoz, és tettem egy kis bicskát a zsebembe. Az egész társaságból talán én voltam a legbátrabb, hisz Budapest külvárosából, egy elég veszélyes környékről származtam. Küzdősportokban jártas voltam. Kimentünk a konyhába, és a kis ablakon láttam, hogy a lámpa fénye itt van. Egy nagyon megtermett, körülbelül 190 centi magas, elég jó testalkatú, 100 kiló körüli férfi fogja. Megijedtünk, látszott, hogy a férfi nem véletlen került ide. Eltelt körülbelül 10 perc, mire erőt gyűjtöttem. Mély hangom volt már akkor is. Megfogtam a baltát, lassan kinyitottam a tolóajtót. A barátom mögöttem. Nála ott volt a nagypapája gázriasztó pisztolya. Kilöktem az ajtót és ordítottam. Most megdöglöttek ti rohadékok. Barátom pedig durrantott a fegyverrel egyet. Ami meglepő volt, hisz félt, hogy felkelti a papát és a szüleit. Kiléptünk pár másodperccel később, és hallottuk a futást a stégen. Majd 7 csobbanást. Szóval nem egyedül volt, de mit akartak itt 7-en? Természetesen a család felkelt. Hatalmas lecseszést kaptunk, mert nem hittek nekünk. Másnap haza kellett mennünk, de reggel kimentünk indulás előtt a stégre, ahol a csónakba be volt dobva egy szatyor levágott csirkefej, és egy csontozó kés, ami feltehetőleg a csirkék vérében úszott. Odahívtuk a szülőket, már hittek nekünk. Felszereltettek egy riasztórendszert, ami a rendőrséget is tudja riasztani. Visszagondolva nem tudom, mi lett volna, ha akkor nem játsszuk meg a felnőtt szerepet. Ha nem leszünk bátrak, ha nem mi lépünk először. Azóta voltunk ott, de még most is rám tör néha a félelem. Ha nem ijednek meg attól, hogy kirontunk és lövünk, akkor lehet megöltek volna. Kíváncsi vagyok, hogy kik és mit akartak. Hey, sziasztok, Wolfmark vagyok. Tudom, hogy rég hallottatok felőlem, de őszintén remélem, hogy tetszett a videó, és nagyon örülök, hogy ki tudtunk alakítani egy olyan közösséget, ami nagyon kreatív és nagyon aktív. Egyik-másik közöttetek elképesztő történeteket ír, és ez lehet, hogy nagyon úgy hangzik, mint hogyha belennék rúgva, ami nem igaz. Azt hiszem. Örömmel tölti el a szívemet, és nem egy annyira rákos csatornánk van, mint amilyen szokott lenni sajnos az anyaországunkban. RP-vel elmegyünk nyaralni, és körülbelül egy hét múlva jön haza. Hogyha érdekel, hogy mi történt ez alatt, az idő alatt készíteni fogok egy vlog videót a saját csatornámon. Remélem, hogy ez tetszeni fog, nézzétek meg. Itt a link. Úgy kell, hogy valaki elmegy a oldalról jobbra, nem? Hát, az lusták vagyunk. Esetleg a ventilátor? Szerintem mindenki fél kinézni az ablakon este. Én nem. Én sem.